van valahol, bárhol az államon belül egy korrupció, miután azt a pénzt már ellopták, azt már nem lehet visszaszerezni, az erre vonatkozó adatokat nem lehet kikérni. Ma ismét összegyűltünk azok, akik nem hagyjuk. Mert nem hagyjuk! A Questor bedőlés, amikor megtörtént 2015. március 9-én, én március 10-én reggel kimentem a piacra, jövök haza, és akkor fogadott a feleségem sírva, hogy bedőlt a Questor, sok pénzt buktunk. 32 000 károsult van a Questor ügyben, ez családtagokkal együtt mintegy 100 000 embert kell, hogy jelentse. Mindig ezzel a 100 000 emberrel számolunk, hogy körülbelül ennyit érint. Ez a követeléskezelő alap lenne az, amely 30 millió forint erejéig minden Questor károsultat kártalanítana. Bevonjuk a javaslatunkba a Magyar Nemzeti Bankot. A Magyar Nemzeti Bank ugyanis lehetőséget, illetve hát törvényi lehetőséget és ezzel bizonyos értelemben kötelezettséget kap arra, hogy ő maga egy hitelnyújtással a követeléskezelő alap számára a kifizetésekhez szükséges összeget, tehát a kiegészítést szintén megelőlegezze. A második törvény olyanra sikerült, hogy 12 000 ember egyáltalán nem kap kárrendezést, ellenben az állam a Questor vagyon egy részét elvonja a saját maga számára, és ezért az Alkotmánybírósághoz fordultunk, és úgy véltük, hogy nem lehet megtenni azt, hogy 12 000 ember semmiféle kártalanítást ne kapjon. Kérdés kizárólag arra vonatkozott, hogy egy olyan szereplő, akinek kötelessége, hogy megtegyen valamit, megtette ezt. Ezt a kérdésemet a banktitokra való hivatkozással elutasította a Nemzeti Bank. Ezután próbáltam egy jogi segítséget keresni, ilyen módon jutottam el a TASZ-hoz, akik felvállalták ezt az ügyet, ugyanis itt alapvetően a nyilvánosság, a közérdekű adatok nyilvánossága ütközik a banktitokkal. Ha arra hivatkozunk, hogy egy olyan dolog, ami lezárult, az arra vonatkozó adatok már nem kérhetőek ki, és gyakorlatilag erre hivatkozott az Alkotmánybíróság, abból az következik, ha van valahol, bárhol, az államon belül egy korrupció, miután azt a pénzt már ellopták, azt már nem lehet visszaszerezni, az erre vonatkozó adatokat nem lehet kikérni. Hogyha végrehajtják az első törvényt, vagy akár csak nem hoznak egy második kárrendezési törvényt, ennél magasabb megtérülésre számíthattam volna. Nekem ebből az ügyből egy nagy tanulság, és amit lemondtam, hogy elveszítettem a magyar befektetői környezetben a bizalmamat. Kivontam a pénzem, nem pénzügyi befektetésem van, hanem egy ingatlanba tettem a pénzemet. Az látszik, hogy a politika maga részéről lezárta az ügyet, tehát arra nem lehet számolni, ha csak egy radikális politikai rendszerváltás nem lesz, hogy itt a politika ezt ismét felvállalná, és a politika önként egy harmadik kárpótlási törvényt elfogadna. Ahhoz, hogy én ki tudjak állni, majd a fiam elé, amikor majd akkora nagy lesz, hozzá tartozik, hogy ilyenkor, amikor engem egy jogtalanság ér, kiállok saját magamért, és hát ezzel gyakorlatilag kiállok a környezetemben lévőkért is. Tehát úgy vélem, hogy amit megtettünk, arra büszkének kell lennünk, függetlenül attól, hogy mit sikerült elérni, hogy milyen keveset sikerült idáig elérni.